Ezt az akció jelenetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kamerái rögzítették. A fegyveresek egy elfbárral illegálisan, nagy tételben kereskedő személyt fogtak el. Az elmúlt hetekben Vidéken és Budapesten is célzott akciókat tartottak, és a felvételeken kitakart személy mellett még 3 illegális kereskedőt vettek őrizetbe. Összesen 25 ügyet vett nyilvántartásba a hatóság, 4-ben már bírságot is kiszabtak 20 millió forint értékben. Az Elf Bar, Fume, Magic Bar és Manórútként is ismert. A termék egy olyan elektromos cigaretta, ami a dohányzás imitálására alkalmas, fel van töltve nikotinos vagy nikotinmentes folyadékkal, van benne egy akkumulátor, és ugye nagyon egyszerű a használata. Pontosan emiatt lehet olyan elterjedt a fiatalok körében, hiszen nagyon egyszerű használni, vonzó a megjelenése, különböző színekben és ízekben is kapható. Így például kivis, görögdinnyi és mangós, de akár vattacukorízben is megtalálható az illegális piacon. A jelenleg hatályos szabályozás alapján ugye dohánygyártmánynak minősülnek, és emiatt csak zárjeggyel dohányboltokban lehetne ezeket legálisan forgalmazni, de akkor is csak ízesítés nélküli verzióban, de sajnos ugye nem ez a felállás van, hanem az illegális csatornákon keresztül lehet csak hozzájutni ehhez a termékhez. A hatóság tovább folytatja a próbavásárlásokat és razziákat, és szigorúan fellép a jogsértések ellen. Mivel a termék főleg a kiskorúak körében népszerű, a krétarendszeren keresztül a szülőknek is felhívják a figyelmét a súlyos egészségkárosító hatására. Az STFH továbbá elindítja a 1828-as ingyenesen hívható zöld számát, ahová várja az elfbárral kapcsolatos lakossági bejelentéseket. A NAP sajtóreferense azt is elmondta, a termék birtoklása külföldről saját célra rendelése is szabályellenes.